Haló, jó napot kívánok, itt a Csudamosó Gyerekfotó Stúdió, miben segíthetek? Igen, igen, azt mondjam, természetesen házhoz is kimegyek, ma az egy picikét többbe kerül. Igen, nagyszerű, melyik nap legyen? Szombat? Tökéletes, igen. Hány órára szeretné? Délután 2, igen, ugye meg pont kifogyasztottól. Nem mondanál kérem a címet? 32-esek útja, 54, te már, harmadik lépcsőház 5, második emelet 3, igen, igen, azt mondjam, ott leszek, kezit csókolom, hogy pont most fogyott ki ez a toll. Mi volt a cím? 32-esek útja 54, a harmadik vagy negyedik lépcsőház? Mit szépítkezel olyan sokáig? Ide, figyelj, ödön! 10 éve próbálkozunk, hogy legyen gyerekünk. Az orvos is megmondta, hogy nálad van a baj. Megbeszéltük már ezt a dolgot. Most mit vétékeny kecit nekem? Egyáltalán azt se tudjuk, ki ez az ember. A barátnőm ajánlotta. Az ő nővérének is ez a férfi segített. Szóval ez egy ágyra járó. Aki kisegíti szegény asszonyokat. 100%-i garanciát vállalt. Az a pár perc, ameddig nyilvánítjuk ezt a dolgot, az meg igazán kibírod. Na, elmész, veszel egy utót, bevásárolsz. Na, gondolj bele, lesz egy édes pici babánk. Egyáltalán azt sem tudjuk, hogy néz ki. A Kati azt mondta, hogy sportos és magas. Hát pont itt te. Amúgy meg nem teljesen mindegy, hogy néz ki. Hát ez a férfi igazán nem tett arról, hogy neked nem elég fürgék. Ki nem mond? Ki nem mond? Jó, rendben a dolog. Elmegyek, mielőtt jön ez a... Hát ez ki lehet? Pont most! Jó napot kívánok! Elnézést, nem tudom, jó helyen járok-e. Én kérem, a gyerek miatt jöttem. Kicsikét korán jött, 3 órára vártunk. Jaj, hát ne tessék már haragudni, azt mondjam, de... Pont amikor a címet tetszek diktálni, kifogyott a tollam, de a lényeg, hogy itt vagyok, ugye? Maga? Hogy néz ki maga? Hát nem is magas. Hát most mi köze ennek ahhoz, hogy én milyen magas vagyok? Hát attól, mert nem vagyok olyan langaléta, mint magattól, én ezt meg tudom csinálni. Hát gondolom, azért hívtak engem, mert magának nem megy, ugye? Na, de a lényeg, kérem, hogy itt vagyunk. Ne a szót szaporítsuk. Vágjunk a közepébe! Most azonnal? Hát persze, hogy most azonnal. Hát csak olyan, mire végzünk, így is lemegy a nap. Hát meddig akarja maga ezt csinálni? Hogy meddig? Ez nem úgy van, kérem szépen, hogy én lövök egyet és kész. Ez egy kemény munka, kérem! Ez egy fizikai munka! Hát én ebben beleadok apait, anyait! Ne, nyugodjon meg, kérem, én mindig szoktam tartani egy kis szünetet. Ezt nem engedem! Ödön, nyugodjál már meg! Hadd az urat, hadd végezze a dolgát! Te el akartál menni különben is, nem? Nem megyek sehova! Itt maradok! Uram, ne haragudjon, a férjem egy kicsikét ideges. Jaj, azt mondjam, hát én ezt már megszoktam, nem zavar. De apuka akarja tőlem, végig is nézheti az egészet. Ja, csak annyit kérnék magától, hogy ne szóljon már mindig közben, mert az viszont zavaró szokott lenni. Mit gondol maga róla? Na nézze, hát ugye, tudom, hogy megy ez. Hát, ugye mindig féltik a kicsikét, de nyugodjon már meg, hát a legjobb kezekbe lesz. Ja, illetve még annyit kérnék magától, hogy ne álljon se mellettem, se mögöttem, mert nem szeretném, ha elesni az én speciális technikámat. Mi a különleges technikáról beszél magam, a ne hencegjen? Nem hencegek, kérem szépen. Hát eddig én ahány helyen ezt csináltam, engem mindig visszahívtak. Nyugodjon meg, mi nem fogjuk visszahívni. Nekünk ez az egy is éppen elég. Kélek, ödön, nyugodjál már meg. Itt egy kis konyak, tessék, az megnyugtat. Jaj, hát kérem, tudom, hogy megy ez. De először mindig hívnak egy profi. Na aztán apuka nézegeti, hogy állítom be a dolgokat. Hát gondolja, legközelebb ő is meg tudja csinálni. Hát előveszi a kis házi masinát, hát nyomkodja! De a végeredmények, kérem, látszik ám a különbség, mert nem úgy van az, hogy ezekkel a kis házi bizgentyűkkel ugyanolyan jót lehet ám csinálni, mint az én méretes profi szerkezetemmel.
Nyugodjon meg, az én bizgencsümmel nincs semmi baj. Nagyon is jól működik. Igen, Ödön, csak éppen kifogyott belőle a muníció. És mondja kérem, hányszor csinálta már? Hát már több százszor. Több százszor? Igen. Oh, és mindig meg voltak magával elégedve? Hát persze, hát mondom, hogy mindig visszahívtak. Kérem, hogy meglátják a szülők azokat az édes babarcokat, azonnal elolvadnak. Hallod, Ödön, hallod, majd meglátod, milyen édes és aranyos lesz. És mondja kérem, hogy szeretnéd csinálni? Én arra gondoltam, hogy az egészet kezdhetnénk a fürdőkádban. Kádban? Jaj, igen kérem szépen, tetszik tudniát ott a langyos, habos vízben, ott olyan nevetések és sikongatások szoktak lenni, hát az fantasztikus. Nem lesz semmiféle nevetés, meg sikongatás. Mi egy nagyon szolid, csendes, értelmiségi család vagyunk. Hát, az úgy látszik. Hát, ha tudná, hogy nekem ezt hány értelmiségi apuka helyett kell csinálni. Vagy meg Ödön, mondja kérem, nem kezdhetnénk a hálószobában? Ahol? Hát nem mondjon már ilyet azt, hanem a hálóban. Hát ott csak a pancserok csinálják. Nem, kérem. Hát, ha valaki ott kezdi, azonnal lehet tudni, hogy amatőr. Nem kérem. Na, a kád után kijövünk ide a nappaliba. Leterítem ezeket a szörméket ide a földre. Jaj, kérem, ahogy ezek a finom szörmék, hogy simogatják ezt a kis kerekmesztelen popót. Na, aztán utána lőnénk egyet-kettőt a hintaszékben, és a legvégén befejeznénk a teraszon, a naplementével a háttérben. Micsoda? A teraszon? Hát mit fognak szólni a szomszédok, ha meglátják? Ne izguljon! Hát legfeljebb ők is kedvet kapnak, azt áthívnak magukhoz. A teraszon nem lesz semmi. Még csak azt hiányzik, hogy az összes szomszéd ezen csámcsogjon. A hintaszék, meg a kád, meg a szörme. Rendben van. Hintaszék, kád, szörme, terasz. Hát nem csodálom, hogy a férjem neked nem sikerült. Ugye, asszonyom, hát nem lehet mindenki mindenben profi. Azért biztos van olyan dolog is, ami az a kedves értelmiségi apuka is ért. Hát, nyugodjon meg! Mi fogjuk ezt próbálni minden pozícióban, mert kérem szépen a beállításon meg a pozitúrán múlik minden. Nem lesz ez egy kicsit sok? Na, nyugodjon már meg, kérem. Hát megcsinálhatnám én ezt egy perc alatt is. Na, de akkor meg a kedves felesége mondaná. Na mi van? Ennyi volt, már kész is? Nem kérem. Én ebbe beleadok apait, anyait. Ödön, hagyd már az urat, hogy végre elkezdhesse. Van valami referenciája? Természetesen, uram! Itt vannak. Tessék, nézzék! Kis édesek! Nézzék ezt a kis aranyok! Hát őt például egy buszon csináltam. Jaj! Hát ennél a kis édesnél meg az anyuka kérem ragaszkodott a játszótéri mérlegkintához. Hát ahogy ott dolgoztunk, kérem az összes anyuka odajött, hogy nekik is csinálja. Nem, azt mondja, hogy összes anyuka a játszótéren magával akarta csinálni? Ne hencegjen nekem. De nem henceg, és kérem szépen, ez így volt, azonnal lett vagy 10 megrendelésem. Ott helyben megoldottuk a dolgot, tehát kivel a hintába, kivel a homokozóba, ahogy kívántam. Jaj, hát és itt vannak az édes ikrek. Ikrek? Igen. Hát az ő anyukájuk szörnyű volt. Hát kérem szépen, annak a nőnek sehogy se volt jó. Egy héten keresztül minden áldott nap meg kellett ismételni a dolgot. Hát én már azt hittem, hogy belehalok. Na, de a végén persze ő is meg volt elégedve. Hát igaz, hogy rendesen megfizetett, én kérem úgy elfáradtam, hogy egy hétig egy kuncsastot nem tudtam vállalni. Maga ezért pénzt kér? Hát persze. Hát mely ingyen csináljam? Hát ebből élek, kérem. Hát jó kis foglalkozása van magának. De azt még kéne nekem tagadni, kérem. Nekem minden engedélyem megvan hozzá. És kéne engedély? Hát az önkormányzat, kérem szépen. Én kérem, rendesen befizetem az iparűzési adót ezután. Azt tudom, hogy az önkormányzat mindenből pénzt csinál, de hogy a bab... A babákból is? Na, kezdjük már neki. Tessék mondani, hány éves a picike? 26. 26. Múlt. 26? Nem öreg az, mely kicsikét ehhez? Na, de mégis nekem mindegy, maguk tudják. Ha készen vannak, akkor kimegyek az álványomig. Álljon meg! Hát minek magának ehhez álvány? Hát
Azért tetszik tudni, mert a felszerelésem akkor, hogy alá kell támasztani. Milyen felszerelésről beszél maga rendben? Hogy, hogy milyen felszerelésről? A fényképezőgépemre, ami a gyerekeket kell lefotózni. Gyerekünket? De hát nekünk nincsen gyerekünk, maga idióta. Nincs-e? Hát akkor miért hívtak engem ide? Hát itt kérem valami félreértés lesz, hogy nem magát hívtuk, hanem egy férfit, aki hajlandó lesz megcsinálni nekem azt a babát, ami sajnos a férjemnek eddig még nem sikerült. Nagyon! Hát na nézze, asszonyom. Ha megígéri, hogy innentől minden évben én fotózhatom a gyereket, hát tőle már kezdhetjük is!